Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Szinte minden sportágban megkezdődtek már az edzések, és nem csak a szabadtéri pályák, hanem a sportcsarnokok is kezdenek megtelni élettel. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, hogyan érinti a sportegyesületeket a fokozatos nyitás. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Ilyen még nem volt, állítják a Sióról mindent tudók. Megtörtént ugyanis az, hogy egy hivatalos kajakkenu versenynek lett a helyszíne. A szekszárdi kajakkenu ese kezdeményező szerepének köszönhetően egy olyan nagyszabású országos versenyt sikerült jól megszervezni, mellyel egyrészt sporttörténelmet írtak, másrészt új, lehetséges versenyhelyszínnel gazdagítják a honi kajakkenu életet. Idén egyébként a vírushelyzet miatt ez volt az első hivatalos verseny az országban. Tényleg sporttörténeti eseménynek lehettünk szemtanúi 2020. június 20-án a Sion. Hihetetlen, de sokat megért atyafiak állítják. Ezen a folyón noha sokan kajakoztak és kajakoznak ma is különböző szakaszain, de egy valamire való hivatalos verseny soha senki még nem rendezett, legalábbis eddig. Az állítás már nem igaz. A 10 éves születésnapját nemrégen ünneplő szekszárdi kajakkenu sportegyesület valóra váltotta titkos tervét egy nem is akármilyen versennyel, és ezzel beírta a honi kajakkenu történetbe a Siót. Ez volt a karantén feloldása óta egyébként az első hivatalos kajakkenu verseny az országban. Több mint 20 egyesület versenyzői mintegy fél ezeren érkeztek, hogy önmagukat és az új versenyhelyszínt teszteljék a 2 és 7 kilométer közötti távokon kiírt futamokon. Most ki voltak éhezve már a kajakosok a versenyre, valóban ilyenkor már egy jó pár versenyen túl vagyunk. Ez volt az idei év első versenye, ráadásul kuriózum volt, mert ezen a vízen még soha nem volt verseny, nálunk se volt még verseny, és ez ilyen hirtelen jött ötlet volt. Akik itt vannak, azok dicsérik, azt mondják, hogy egy élmény volt nekik. A kölyök gyermek és a kezdő kategóriától elindulva egészen az ifi és junior korosztályban megtalálható világbajnokokig feltűntek sokan a mezőnyben. Sőt, edzői minőségükben korábbi olimpiai bajnokokat is felfedezhettünk, mind a siogárdi Sióhíd alatti rajtnál, a tisztáson, vagy éppen már a célként funkcionáló szekszárdi kajakkenu bázison. Na milyen a Sión kajakozni, kenuzni? Eléggé zavaró szélben tettük fel mi is a kérdést több versenyzőnek. Elsőként Őri Zsombornak, maratoni ifi világbajnokunknak, aki a síkvizen is ugyanezen a világversenyen ezüstérmet szerzett. Nekem személy szerint nagyon tetszett a verseny, hiszen folyt a víz. Mi ahol edzünk, a Nagy-Dunán edzünk, ott is folyóvízen edzünk, és nekem a folyóvíz az jobban fekszik, mivel egy kicsit könnyebb húzni, mint az állóvízen, ezért nem kötök el annyira. A helyezkedés az amúgy is ugye vizezni próbáltunk, és nem nagy bolyok voltak, úgyhogy így nem volt akkora probléma. A rajt meg teljesen jó volt, ott elfértünk bőven. A keskenység, a folyó kisebb fordulatai taktikai szempontból érdekesebbé, változatosabbá tehetik a többi helyszínhez képest a Sión zajló versenyeket. Taktikailag lehet, hogy jobb is, mivel ugye keskenyebb, ezért a vízen jobban lehet robbantani, úgymond a robbantásokat visszaverni, mivel hogyha a part mellett van valaki, akkor ki tudja tolni a Duna közepére, vagy a Sió közepére, és így szerintem még jobb is, mint egy széles ág. Szintén a lágymányosiak kitűnősége osztotta meg velünk a véleményét, aki klubtársához hasonlóan az ifik legkeményebb, maximális 7 kilométeres távú versenyét esélyesként megnyerte. Hát a jó hangulat az teljesen megvolt. Ismét találkozhattam a versenytársaimmal, a rendezők is teljes mértékben gondoskodtak rólunk, kaptunk ételt, italt, még süteményeket is. Itt a táj nagyon gyönyörű volt, tehát élvezet volt ezt itt tevezni. Fontos, hogy a szél nem teszi irreálissá a Sión zajló versenyt, ami például Domborival kapcsolatban egyáltalán nem mondható el. Ez egy hosszabb táv, nincsenek ilyen 1-es-2-es pályák, de mivel nagyobb a hátszíny, ezért gyorsabban is tudunk menni. A Mamut mezőnyben természetesen ahány versenyszámban csak lehetett, elindultak a házigazda szekszárdi kajakkenu ese versenyzői is. A felnőttek között induló egyébként U23-as korosztályú Nagy Viki, szekszárd legismertebb versenyzője, egy nagyszerű ezüstöt lapátolt össze,
Ennek ellenére meglehetősen ambivalens érzésekkel értékelte a futamot az ő szempontjából. Nagyon fura volt ezen a pályán versenyezni nekem, nem szoktam még hozzá. Fura volt, hogy versenyszituáció volt, hogy nem edzésként kellett erre gondolni. A verseny közben gondolkodtam is rajta, hogy úristen, fura. Érdekes, tényleg nem is tűnt fel, hogy én ezen nap mint nap ugyanezt a távot levezem lefele. Azért egy-két helyet így tudtam érezni, hogy még innen mennyi a táv, még innen mire számíthatok, de nem én diktáltam a tempót, ezért inkább arra próbáltam koncentrálni, milyen lesz, hogy mire számít, csak így a saját testem ügyileg, hogy fogom kibírni a versenyt. Egészen jól bírta Viki, csak a magyar felnőtt maratoni kajak egyik ásza, Célai Vörös Zsófi előzte meg, ő lett a győztes, ő ment gyorsabban nála az előírt távon. Persze ezen a történelmi versenyen sokaknak nem is az eredmény, hanem a jelenlét, a részvétel volt a fontos. Újra Kakasdon gálázott a labdarúgó öregfiú kategóriában nagy népszerűségnek örvendő dárdai tím. A korábbi ismert labdarúgók közül pályára lépett a csapatkapitány Dárdai Pál mellett Lisztes Krisztián, Fehér Csaba és Egresi Gábor is. A vendéglátó kakasdiak helytállása is kellett ahhoz, hogy valóban közönségszórakoztató legyen a játék, akik erejéből 4 gólra is tellett a kapott 9 ellenében. Kakasd abban a szerencsés, mondhatni kiváltságos helyzetbe került, hogy kétszer egymás után fogadhatta a hazai nosztalgia foci legkelendőbb alakulatát, a dárdai tímet. Egy olyan öreg fiúk csapatot, amely az elmúlt másfél évtized csupa szerethető ismert magyar focistáit vonultatja fel, amely a téli és a nyári szünetben különböző meghívásoknak tesz eleget. Kakasdal elindult a 2020-as nyári szezon is a dárdai tímnek. Kétszer ugyanarra a helyre nem megyünk, de mivel igen, tavaly nagyon rendesek voltak, idén is időbe szóltak, így a Baki elkötelezte magát, szívesen jövünk, tavaly is jól éreztük magunkat. Vagyunk annyian, hogy elosztuk, ugye, mert rendszeresen mi nem focizunk, ilyenkor nyáron, ilyenkor oda kell figyelni, ne sérüljünk meg, jó hangulat legyen, tehát nem a győzelem a fontos, mi már játszottunk ilyen meccseken, nagy arányú győzelmet, ki is kaptunk ilyen mérkőzéseken, nekünk nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy együtt vagyunk, meg itt egy jó környezetben, jó a pálya, klassz lelátó van. Jó emberek, jó szívű emberek, és ilyenkor szívesen jön az ember. Ebbe a csapatba éppen a pozitív emberi tulajdonságaik miatt be tudnak kerülni csak megyei szinten futballozók is, akik közül többen az összmagyarság évenkénti amerikai tornáján, az Árpád kupán is részt vesznek. A dárdai tím menedzserétől, Bakalár Lászlótól, alias Bakitól, még a bemelegítés közben kértünk népsorolvasást. Egresi, a Palcsi, ugye Palcsi, ott középen, és van ez az amerikai csapatom, és annak a magja is itt van. Tehát abból is 5-6 játékos azonnal mindig jön. Szélesi Gábor kivételével, aki számít, mindenki itt volt. A fehér testvérek, Egresi Gábor, Lisztes Krisztián mellett a középpályán vállalt szerepet a csapatkapitány idősebb Dárdai Pál, a Bundesligás Hertha legendája, korábbi magyar szövetségi kapitány is, aki mindhárom profi futballistának készülő fiát általában beveszi a csapatba. Előfordul, hogy már a Hertha első osztályú felnőtt csapatának keretéhez tartozó Palkó és a 18 éves Márton, valamint az U15-ben játszó legkisebb fia Bence egyszerre együtt szerepel apjukkal az éppen aktuális jótékonysági meccsen. Kakasdon csak a kicsi szerepelt, akinek egyébként a következő szezonban a Hertánál újra szerepet vállaló Dárdai Pál lesz az edzője. Nincs hiányérzete, amiatt rákérdeztünk, hogy csak az utánpótlásban kap újra szerepet a berlinieknél. Én kértem, azért leszek az U16-nak az edzője. Én nagyon komoly ajánlatokat utasítottam vissza. Én úgy vagyok vele, hogy tehát ebben a 2-3 évben, amíg a Bence is megnő, addig én nem szeretnék sehova igazán elmozdulni, ha csak nem lesz olyan, hogy az ember nem tud nemet mondani, de úgy vagyok, hogy a család a legfontosabb, amit most tudunk adni a gyerekeknek, az egy életre szól. Én nem akarok helikoptert, repülőt, én jól érzem magam a bőrömben, szívesen dolgozok gyerekekkel, ettől nem esik le a gyűrű az ujjamról, sőt, koordinátorként lesz egy csomó feladatom, úgyhogy meg lesz a terhelésem. Ez egy szép feladat, nincs ilyen stressz, itt nem kell orvoshoz járni, tükröztetni magad, hogy most baj van, vagy nincs baj a gyomroddal. Tehát ez teljesen más, ez egy szép munka, itt értékeket kovácsolsz, a gyerekeket próbálod arra az útra elindítani, hogy felnőttek legyenek és profi futballisták legyenek. Ez egy szép szakma. Én ezt megtehetem, mert már van annyi
mögöttem, hogy simán dolgozhatok az utánpótlásba. Az lehet, hogyha most én egy edző lettem volna, aki nem játszott ennyit a Bundesligába, aki nem úgy tudta összeszedni magát, hogy megvan az egzisztenciák, akkor lehet, hogy az összes ajánlatot elfogadom és megyek tovább, de nekem ez nem fontos. Nekem fontosabb a családom, a nyugalmam és az, hogy örömet lejjem a bunkámba. És még a fociban is, noha egy-egy ilyen meccs már idősebb Dárdai Pált megkínozza, mint mondja, a dagadt boka legalább egy hétig garantált, de nincs annál nagyobb öröm számára, mint például gólpaszt adni legkisebb fiának, Bencének, aki ott centerben apja gólpasszából nem is egyszer vette be az ellenfél, nevezetesen a kakasdi öregfiúk kapuját. Cseppet sem mellesleg le a kalappal a kakasdiak előtt. Túl azon, hogy belopták magukat nagyon Dárdaiék szívébe, ennyi valóban kakasdi, illetve ide kötődő öregfiút egy ilyen kis településen nagyon nehéz összehozni, kiállítani bárhol az országban. Ráadásul egy olyat, amelyik méltó partnere is egy ilyen veretes, még teljesítő képes játékosokból álló csapatnak. Felkértek bennünket, hogy ugye Baranya megyébe játszanak, menjünk át, de ez a sok utazás szombaton, ugye mindenki a munkából ér, vállalkozó, a csapatnak a kétharmad része, és ott helyet kell állni, ugye mindenki a pénzből él, így nem tudtuk fölvállalni azt, hogy Baranya megyébe induljunk az öreg fiúk bajnokságba. Egyébként a játékos keret létszámba meg lenne. Ilyen hírbelő meccsekre bármikor készek. Van itt 4-5 olyan futballista, akik 40-50 válogatott mérkőzést lejátszottak, ugye a Lisztes, az Egresi, itt van a Dárdai, a Csabi, a Fehér Csaba. Azért ilyen futballisták eljönnek ilyen kis településre, mint Kakasd, mi nagy megtiszteltetésnek vesszük. A közös vacsorán tekintettel az étel osztatlan tavalyi nagy sikerére, az idén is kakasdi módon elkészített székelykáposzta volt a menü. Újraéledezik az ökölvívás a távolabbi múltban sportági fellegvárnak számító Pakson, ahol a rendszerváltás utáni években is sokáig stabilan tartotta magát az amatőr ökölvívás. A megtorpanás évei után összefogtak az edzők, és a toborzásoknak, valamint a régebbi művelődési házban végzett munkának már jelentkeznek a kívülálló számára is jól látható eredményei. Három évvel ezelőtt a terem problémák jelentették a legnagyobb veszélyt a nagy tradíciókkal bíró paksi amatőr ökölvívás folytatására. A város, a klub, a piese nem hagyta elsorvadni a sportágat, a régi művelődési házba költöztették a paksi bunyósokat. De ennél is talán fontosabb, hogy még mindig van több képzett edző is a városba, akik szívesen és szakszerűen foglalkoznak ezt a sportágat elsajátítani igyekvő gyerekekkel. Lelki szemeikkel már keresik a veretes korszak meghatározó ökölvívóinak, például Bognár Lászlónak, Kalosai Zoltánnak, vagy éppen Erős Lajosnak késői utódait. Az Attilával, mind a ketten az edzőtársammal itt Pakson kezdtük az amatőr pályafutásunkat, ugye hát mi is belepróbáltunk a profik világába, ott is boxoltunk jó pár meccset, és az, hogy Ádi bá itt van velünk, aki több mint 40 éve edző már Pakson, azt nem mondanám, hogy én vettem át a misszió szerepet, én csak próbálom őket majd követni. A 75 éves paksi és Tolna megyei edzőlegenda még mindig aktív, nagy segítség ő a két fiatal edző számára a hétköznapokon és persze a versenyeken is. Hálások is érte. Én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok ezzel kapcsolatosan, mert Ádi bá nekem nevelőedzőm volt. Én itt kezdtem ő keze alatt 9 éves koromban. Egészen 30 éves koromig nála voltam, és ez, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy még az edzői pályafutásomat is tudja egyengetni, nem csak a versenyzői múltamat. Mi a közelébe se érünk, de nagyon örülünk, hogy itt van és segít nekünk Ádi bá, mi próbáljuk majd az ő tanítását, ökölvívó tudását átadni a többieknek, illetve a miénkét, saját tudásunkat majd. Ahol munka van, ott mindig lesz annyi gyerek, hogy a sportágban jellemző nagy lemorzsolódások után is mindig marad egy olyan mag, akikkel lehet figyelemre méltó eredményeket elérni. Most is van legalább 5 olyan ökölvívójuk a paksiaknak, akik bronzérmesek vagy e közeli helyezést értek el valamelyik korosztályos országos bajnokságon, vagy éppen a Diák Olimpián.
15 versenyzők, ők a stabil versenyzők, akik fix állandóan mindig versenyre járnak. A többi, mindig akik úgy hozzájuk jönnek újak, azok között van, akik ugye ez a fluktuáció, akik esetleg mondom az első vereség, vagy az első pofon után azt mondják, hogy köszönik, nem kérnek, de azért hál' Istennek az a 15 versenyző, ez a fix versenyző, akik a versenyekre járunk folyamatosan, magyar bajnokságokra, kisebb pofonpartitól kezdve ugye a meghívásos versenyekre, ők a fixek. A már bizonyított, reményteljes OB és diákolimpiai bronzérmesek közül szorgalmával, harcosságával kiemelkedik az ifista Südi Máté. Azzal a céllal edz egy héten át sokszor ötször is, hogy az idén már a döntőben az ifi magyar bajnoki címért boxolhasson. Például erőrétileg sokkal jobb vagyok, mint az előző években. Nagyon erős ellenfelem volt, nagyon kitartó volt, de nem tudom. Jobban hoztam a meccset. Jobban? Tehát pontozással nyertél? Pontozással nyertem, igen. Elismerte az ellenfél is, hogy jobb voltam. A védekezést egyáltalán nem hanyagolja el. Ez a küzdőmodora, ha úgy tetszik, a stílusát is meghatározza. Másodszáll nélkül kontraboxot választom inkább. A szorgalommal, a hozzáállással szinte összességében mindenkivel elégedettek az edzők, és akiből nem lesz bajnokok, mert legtöbbükből tényleg nem lesz, érzik a dolog társadalmi jelentőségét, azok megtartása is roppant fontos. Ha nem is tud komoly eredményeket elérni, vagy jó sportoló, akár olimpikon, akár világbajnok, vagy valami, de ez az ökölhívás, tudom magamról, megtanítja az embert embernek lenni. Ad egy önbizalmat az életterén, minden, akár a munkába, akár bármi, egy kitartást mindenképpen ad. Szerencsére ennek igazolására a közelebbi és a távolabbi múltból jó néhány pozitív példát fel lehet sorolni. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a PVSK közös edző továbbképzőt tartott szombaton Pécsett. Az első előadó Gyokit Zsejko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője volt. Őt Praks Péter játékvezető és Prisztóka Gyöngyvér, a PTE egyetemi docense követte. Az ebédszünet után dr. Császkoma Lukást, a TF egyetemi docensét, és Völgyi Pétert, a DVTK sportszakmai igazgatóját hallgathatták meg az érdeklődők. Majd a napot Dragan Alexics, a PVSK Veolia vezetőedzőjének előadása zárta. A szokásos két nap helyett ezúttal csak szombaton zajlott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a PVSK közös edző továbbképzése. A régióból és távolabbról is érkezett trénerek színvonalas előadásokat hallhattak. A szövetségi előírás alapján maximum 85 fő vehetett részt a továbbképzésen. Én azt gondolom, hogy egy az nagyon-nagyon fontos, hogy egy kicsit találkoznak, tudnak egymással beszélgetni, eszmét cserélni, illetve én azt gondolom, hogy minden előadásból el lehet lesni pár jó gondolatot, gyakorlatot, és ezt, hogyha utána otthon az ember kicsit tovább gondolja, összerendezi, akkor én azt gondolom, hogy minden edzőképző után egy picivel jobb edzők tudunk lenni. Az első előadó Gyokit Zsejko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője volt, aki kifejtette, jól támadni sikerülhet egy-két extra tehetséggel, jól védekezni viszont csak egységes csapattal lehet. A védőmunka mutatja meg, hogy mennyire alkot jó közösséget egy-egy gárda. Én alapból nem szeretném tartani előadásra, kell mondanom, ez már most, mert korábban sok előadást tartottam, mert... én tartom előadások, beszélek erről, amit én már tudom, tudod. De alapból én nagyon szeretem klinikák, vagy ez a tovább képzések, mert ott lehet elmenni, persze nem lehet új dolgok tanulni, mert aki edző is foglalkozik erről reggeltől estig, ő már van saját filozófia, de lehet mindig kapni valami ötlet, vagy látni egy új gyakorlat, vagy valami információt, ami utána gondolkozol, és tudod, mikor elmész saját csapatnak, nekem például Szekszárdon, mindig tudom valami újítani. És azért igazán ez a tovább képzők jó, másik pedig, mert találkozunk kollégával, és ott igazán kávé mellett legtöbbet lehet frissíteni saját magad. A szervezők olyan programot állítottak össze, amely bármely korosztállyal dolgozó edző számára hasznos lehet. Hát itt bármit meg lehet tanulni, vagy mindent, elméletben, illetve hát a gyakorlati előadások során a tapasztalt kollégáktól el lehet lesni egy-két gyakorlatot, vagy egy-két olyan mozdulatot, vagy trükköt, ami sokat lendíthet utána az edzés munkán.
meg lehet tanulni, hogy például alsó poszton hol kell megtámasztani a belső játékost, hogy az neki kellemetlen legyen. Hát nyilván ennél sokkal többet Zsajko Gyokics a védekezés mestere, úgyhogy mindenféle részletet megtudhatunk arról, hogy hogyan lehet felépíteni, illetve miket kell konzekvensen elvárni a játékosainktól akkor, vagy ahhoz, hogy jó védőcsapatot alakítsunk ki. A délelőtt folyamán még Praks Péter FIBA játékvezető az idén életbe lépő szabályváltozásokról, valamint Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens, az edző, a játékos és a szülők kapcsolatának alapelveiről beszélt. Míg a délelőtt inkább az elméleté, a délután a gyakorlaté volt. Az ebédszünet után dr. Cseszkoma Lukás egyetemi docens az erőfejlesztésről, Völgyi Péter a DVTK sportszakmai igazgatója pedig a 2-2 elleni tranzíciós játékról tartott gyakorlati bemutatót. A napot Dragan Alexics, a PVSK Veolia vezetőedzője előadása zárta, aki a tranzíciós védekezés felépítéséről beszélt a közönségnek. 3 héten át zajlik a PSN ZRT torna napközije. A tábort akár egy napra is ki lehet próbálni. Az edzők munkáját idősebb tornászok segítik, akik közül többen az 50 órás kötelező közösségi munkát végzik a táborban. A programot próbálják úgy összeállítani, hogyha az időjárás engedi, a gyerekek a szabadban is eltöltsenek minden nap egy kis időt. Fegyelmezettek és motiváltak a gyerekek. A torna napköziben sok mindenre jut idő, amire máskor nem. Jól érzem magam, és szoktunk korláton, eltrekken, ugrásson és talajon lenni. Tornászunk, és van a szereken, a korláton, a talajon, az eltrekken és a gerendán. Szoktunk tornászni, és nekem a kedvencem a korlát, mert ott sok mindent lehet csinálni, és szeretem. Tornászni szoktunk, van közte egy kis pihenő, hogy ne sérüljünk meg, és ugyanúgy, ahogy a Bori és a Luca is elmondta, szereken tornázunk. Nekem a gerenda az egyik kedvencem, de a talajt is nagyon szeretem. A gerendát azért, mert ott tanultam meg most ebben a hétben hátrabognézni, tehát én nekem most az kiváló, nekem az nagyon-nagyon nagy örömet okozott. A talajt azért szeretem, mert ott ugye legkisebb korom óta, 1 éves korom óta tornázom. Ott kezdtem, szerintem Vali néni. És az egy ilyen nagyon nagy emlék nekem. Hát nekem a kedvencem az a korlát. Nagyon sok mindent megtanultam ebben a először az első hétben. Én 3 éve tornázok itt, és 3 éve járok ide. A napköziben ismerősökkel is találkoztunk. Trombitás Hanna is tornász, az orvosi karra készül. Most segítőként, kisedzőként vesz részt a napköziben. Természetesen örömmel jöttem. Hát én is tornázok, úgyhogy mindig öröm itt időt tölteni. Az a feladatunk, hogy a gyerekeknek segítsünk tulajdonképpen, mint edzők. És mindig megyünk a szerekhez, ugyanúgy segítünk, mint tulajdonképpen, ha edzők lennénk. Reggel bemelegítenek a gyerekek, aztán csapatokba osztják őket, és elmennek szerekre. Ez megy nagyjából 11:30-ig, utána kimehetnek játszani, megvárjuk az ebédet, ebédelünk, és utána van egy rövid csendes pihi, és 2-kor kezdődik újra az edzés, és délután van még egy úsi. Hanna és ikertestvére Karolina az 50 órás kötelező közösségi munkát végzik a napköziben. Eléggé pozitívan csalódtam az idei évben, mert mostanában nagyon tudnak figyelni ránk a gyerekek és szót fogadnak. Hát pakolgatni kell őket a szerekre, segíteni nekik, mondani, hogy mit csináljanak, mit csak kell lábukat ilyenek. A napközit Erdeiné Békési Valéria tornaedző koordinálja. A programot megpróbálják úgy összeállítani, hogyha az időjárás engedi, a gyerekek a szabadban is eltöltsenek minden nap egy kis időt. Azzal kezdeném, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy lehetőség lett ebből a betegségből, vagy ebből a moratóriumból, hogy megtarthatjuk. Nekem egy kicsit az életkedvemet adja vissza, mert hát én nagyon nehezen, tehát egy izgő mozgó gyerekek között élő emberként én nagyon nehezen viseltem ezt a 3 hónapot. 3 hét,
Nagyon rugalmasak vagyunk, lehet jönni napra, hétre, lehet akár végig mind a három hétre, és nem csak a PSN ZRT-sek tornászai vannak itt, mert ugye testvérek és barátnők, tehát azért, hogy itt jól, tényleg jól érezzék magukat, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy nem az a nagy tömeg lett, amire számítottunk, mert egy kicsit későn dőlt el, hogy tarthatjuk a tábort, és addigra már máshova mentek gyerekek, de egy nagyon-nagyon fegyelmezett, dolgozni akaró, tüneményes csapat jött össze. Itt ezek a gyerekek, heti egyszer jutunk ide be a versenytornászok mellé, kedden egy 2 órás intervallumba, ott tudunk készülni velük, ezek már akik több éve járnak. Nem nagyon marad idő a korlátra. Tehát azért élvezi most itt mindenki, mert most itt az egész napban belefér. Tehát általában a talajugrást és a gerendát, mert ugye diákolimpiai versenyre készülünk, azokon gyakorolunk, és hát ilyenkor a korlát a kedvenc. A délelőtti program zárásaként a napközisek az udvaron röplabdázhatnak, trambolinon ugrálhatnak, tollasozhatnak, frisbizhetnek. A lényeg, hogy jól érezzék magukat. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!